következő készülék egy Optoma HD 33-as Full HD 3D készülék. Látható, hogy kettő darab HDMI bemenettel rendelkezik, továbbá VGA a bemenettel, komponens videó bemenettel. Tartozik még a készülék kimeneti táblájához egy 12 voltos vászonvezérlő trigger, ami képes a motoros vásznat lehúzni, illetve leengedni, bocsánat, illetve felhúzni. Megvan a gyári világítós távirányítója a készüléknek. A készülékház nagyon szép állapotban van. Gyári Osram Mizuya, ez 3700 órás, még begyújt ugyan, de leáll, ezért kapott egy új Osram Mizuyát. Ez is Osram nem utángyártott. Jelenleg a készülék szobavilágítás mellett vetít 2,2 méter széles képet. Látható, hogy így is elboldogul, nincsenek gondjai, nem kell tökéletesen sötét szoba a vetítéshez, de mindjárt meg is nézzük sötét szobában. A képe egyébként szép, éles, kontrasztos üvegoptikás a projektor, tehát nem is lehetne tőle mást várni. Továbbá rendelkezik egy Pure Engine nevű képjavító programmal, amit a készülék magyar menüjében lehet beállítani különböző szintekre, különböző módokon. Én ezt most kikapcsoltam az egyszerűség kedvéért, ezzel lehet javítani a vetíteti jelen. A HD33-as tehát sötét szobában jelenleg itt egy pár növény alul belelóg a képbe sajnos, de ettől függetlenül látható, hogy nagyon szép sötét szobában a képe. Most még nagy fényerejű módban van, az előbb ugye szobavilágításhoz ez kellett, de vissza is állítom, ugyanis nincs szükség sötét szobában erre a fényerőre. Ezt mondja, hogy lámpa világosból, most lentebb is vette. Itt látható, hogy egyetlen órát lett eddig tesztelve az új izzó. Mindig szoktam az új izzókat tesztelni, hogy megbizonyosodjak róla, hogy rendben van-e. Sok beállítási lehetőség van, nem mennék mindegyiken végig. Ez az érdekes Pure Engine dolog, ez itt található. Mindenféle Pure Detail, Pure Color, Pure Motion dolgokat lehet beállítani. De inkább nézzük meg a színeket a szokásos módon. Látható, hogy nem teljesen tökéletesen sötét a szoba, ugyanis ott nyitva van az ajtó. Képen látható csíkozódás, ez csak a telefon kamerája miatt, ugyanis egy DLP készüléket elég nehéz enélkül videózni. Mindjárt nézzünk más színeket is. Sajnos nehéz a telefon kamerájával visszaadni azt a képminőséget, amit valóságban lehet látni.